Új-Zéland nyerte a rögbi világbajnokság rangadóját Dél-Afrika ellen. A B csoport nyitó mérkőzésén a háromszoros világbajnok címvédő 23-13-ra múlta felül a kétszeres VB aranyérmest. Mindenki tudta, hogy nagy meccs lesz, és az is volt szerintem mindkét együttes. Nagyon jól játszott, örülök, hogy mi nyertünk, értékelt Új-Zéland edzője Stephen Zen. A Dél-Afrikát irányító Russell Rasmus azt emelte ki, hogy csapata csak egy, míg az ellenfél két célt ért el, valamint hogy Új-Zéland jóval több büntetőt végezhetett el. A VB-n eddig négy találkozót játszottak le, Japán 30-10-re verte Oroszországot. A francia-argentin összecsapás két pontos francia sikerrel zárult. Ausztrália 39-21-re győzött Fidzsi ellen. A világbajnokság lebonyolítását is veszélyezteti, hogy a Tapad tájfun Japán északi partjaihoz közelít. A meteorológusok figyelmeztették a lakosságot, hogy az emberek készüljenek fel hatalmas széllökésekre és heves esőzésekre, illetve akár az evakuálásra is. A Tapad tájfun miatt Japánban már 361 belföldi járatot töröltek.